Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt az újabb felvételes adásunk itt a Game Show Channel csatornánkon. A Kvern című játékunk következik, itt van velem Attila. Hello. És előző adásunkban bizony játszottunk a... illetve elég jól eljutottunk. Ugye mély tengerbe vetettük magunkat itt a Kvernben is, és ugye megfejtettük a kódot, és ennek következtében megkaptuk a második puzzle darabot abba a nagyba, úgyhogy azt fogjuk most nem sokára behelyezni. Itt lesz egy jókora most menetelésünk, tehát itt most legalább egy-két percet el fog venni az, hogy visszamenjünk oda, úgyhogy most lesz egy kis menetünk. Egyébként egy bátorkát, illetve egy ügyeskét láthattatok most a kamerán, aki szerencsére most elment, úgyhogy nem kellett győzködnöm. Hát igen, a betöltés az elég időbe telik. Nálad megy a tévé? Nem. De lehet, hogy az... nem a háttérben. Lehet, hogy az van, hogy vasárnap jelezték az egyik beszélgetős adásban, vagy nem is vasárnap, amikor a tanárnő játszott szombaton, aki vagyok énnél, hogy időnként mostanság előjön megint a hibája a Discordnak, hogy behaladszik a háttérzene, egy bug. Jaj, a háttérzene, nem. Na, tehát itt vagyunk, és akkor most indulunk visszafele. Indul a mandula. Megint a sok vaku. Igen, neki epilepsziás sokja be a szemét. Már kicsit megkéstünk vele. Ja igen, vigyük magunkkal a lézert. Da. Vinni, és akkor már ki tudunk jönni. Meg kell egy gondot. És ez az utolsó darab, ami kell abban? Nem. Ja. Vagy három, vagy négy darab van. Na, meg vagyunk. Ugye ez a lépcsős is milyen jó kis feladat volt. Élvezni lehetett. Gondolom. Ja, akkor hiányoztál. Igen. Na, itt lesz egy kis beszélgetés is egyébként. Itt most megint egy picit a kíváncsiság legyőzött engem. És megnéztem, hogy mit csinálunk. Úgyhogy most egy pillanat türelmedet fogom majd kérni. De amíg kell... Egy. Kettő. Hát de most rakjuk be a következőt. Várj, elhoztuk magunkkal? Nem hoztad el? A rohadt anyukámat! Lehet, hogy nem is vettük ki az előző adásban egyébként. Szép volt. Nem baj, így kell meghúzni az adást. Nem bánják a nézők, ha egy kicsit elhúzódik a menetelés. Visszahangolunk mi is. De ami a fontosabb. Ó, basszus. Ez ugye tudod, mit jelent. Mit? Szemellenzőt föl. Ja? Add már. Szemellenző. Csukd be a szemed. Ez jól aggol, és nézem az adást. Ugye kinyílt, csak nem vettük ki, mert ugye... Na szép. Ó, ne! Be kell írni a kódot még egyszer. Három... Nem. Nullával kezdik, az biztos. Nulla... Szerintem 3, 8, 5, valahogy így volt. Egyik... Hármasból kettő van. Akkor az a vége a hármas, igen, arra most már így emlékszem. Több tehát kellett volna hozzá. Akkor fordítunk. Vagy 8-3-5. Na, persze ilyenkor dobtam ki a papírt. Szerencsére én nem. Bingo! 0-8. Na most a jó. Sikeresen nem hoztuk el.
Igen. Az történt, hogy elfelejtettük kivenni. Az előző adásban még nem vettük ki, csak kinyitottuk. Vagy kivettük, csak a mentés úgy sikeredett, hogy a kivétel előtt. Na ugye most két nap, illetve a két adás között egy napocska eltelt felvétel tekintetében. Továbbra is ugye abban a két hetes időtartamban vagyunk, amíg ugye visszük a játékot, és mára az a tervünk, hogy kivisszük a játékot. Ami valószínűleg nem fog megtörténni, de hát reméljük összejön. Még 40 perc van egyébként a végigjátszásából, amit videóban nézünk, tehát... Hát jó, csak úgy számoltunk nekünk, az legalább 3 szlányi. Hát a tegnapi nap igaz kevesebbet vettünk fel. 20 percet haladtunk előre, de egyrészt kevesebbet vettünk fel, másrészt pedig az is benne van a dologban, hogy ugye mi szenvedtünk a piramussal. Ja. Na, és akkor most egy kicsit csendet kérek, mert beszélgetés jön. De te ilyen szinten előre nézted? Idáig. A helyedben nem próbálnék meg átugrani, mégsem tudott mindent erőre megtervezni. Ez a hír nem sokkal az érkezésed előtt szakadt le. Örülök, hogy a természet és az idő még mindig nagyobb hatalmak nála. Egy ilyen apró a baleseti somba tudja dönteni egy életmunkáját. Köszönöm, hogy időben teszed ezt ide. Nem tagadom, hogy örülök, hogy így alakult. Sajnos így is az ő útját kell követned. Át tudok segíteni, de előtte meg kell mutatnom valamit. Kövess! Kövess engem. Hát tudsz ugrani? Nem fogsz leesni. Tehát csak menj egyenesen. Ne nézd le, ne nézd le. Ne nézd le. Oké. Okay. Ez ilyen rajzfilm logika. Csak kövess. Amíg nem nézel le, tudsz lebegni. A lelkemet viszi. Bíz bennem. Nézd oda, ott lesz a továbbmenet. Nem kell sietni. Hát nem is tudok. Tehát nyomom a shiftet, úgy megyek ilyen gyorsan. Bíznod kell bennem. De ez levitáció, vagy minek hívják már? Nem, a hidatra kalánk. Akkor bízunk a fényben. Lelkek folyosója. Ez az út a szentélyünkhöz vezet. Leszerelte a kristályokat, hogy elsötétítse a barlangot. Legyen... fény. El akarhatta rejteni ezt a helyet előled. Már nem vagyunk messze. Csak nem tudtam, hogy most is követnem kell. De ötletes, hogy ő így a... Ajaj! Kis fingocska. Jó, fákják. Fákja. Fákja. Egyszer őt is elhoztam. Ide meglepő, de valamiért ez azon kevés helyek egyike, amit érintetlenül hagyott. Kétlem, hogy csupán tiszteletből. Majd visszamegyünk, hogyha engedélyezi a játék. Nem azért mondom, de elég köcsögnek tűnik. Ezt a helyet egykor úgy hívtuk, hogy Ammajat szentélye, a keresők oltára. Keres két kristályport, hogy beleszórjuk a tűzbe. Ez a feladatunk. Kettő kristály. Kék. Ja, kék. Szín. Az azt hiszem itt van. Csak a kérdés az, hogy kanállal találták ki kristályport? Igen. Csak... nem tudom, mivel kiszedni. Szerintem ez a tűz. Akkor nézzünk följem. Kék kristálypóra van szükségünk. Hát egy kulcs. Mint amikor jöttünk volna, ide lett volna, de ez nem volt por. Oké, csak remélem most már befejezte a dumáját.
akkor most már tudok vissza, egyrészt akkor visszamegyünk, megnézzük, hogy mi volt az, amit ott hagyott a játék, másrészt még itt ezt megnézzük, hogy innen lehet-e még, szerintem nem lehet ide leesni, való igaz. Komolyan mondom, elkezdtem jobban kedvelni ezt a fingot, mint az embert. Hát várjuk ki a végét, mert még mindig nem tudjuk az ellenfelünket. Na, ez volt az egyik hely, amit itt így körbe kéne néznünk. Itt van egy kék kristály, meg is van a kristály. De ez nem por. Igen, port kell belőle csinálni, ha jól sejtem. És szerintem itt lesz ennek a megoldása. Ezt követ. Hoppá, nézd! Ez nem fura egy kicsit? Nem tudom. Nem. De az, az követ minket. És száll. Nem. Az előbb ott volt. Igen. Itt van fölöttem. Nem, szerintem, szerintem ő most itt megállt, mint hogyha itt kell csinálni egy feladatot. Na nézzük, miről van szó. Á! Mit is csinál? Oda kellett a kristályt rakni. És ezt, meg, ezt megmozgatta, meg vissza is. Ugye kiderül, hogy mi az. Minden még ugye nem láttunk semmit. Na, várjál. Valamit lehet ezzel csinálni, csak nem tudom mit. Nem a kulcs kell oda? Ha mondjuk két lát. Próbálok valami ötletet. Nincs valamilyen csákányszerűség? Én itt most nem látok, de lehet, hogy valahol azt föl kell szedni. Itt egy kulcs. Nem úgy a kulcs. Nem ez lehet, hogy ezt fogja kinyitni? De! Japíjá! Oh! Szép kis kinyitás. Lehet le kell venni róla, levetted róla, Istenem. Fölvittük. Szerintem most kell berakni alá a kristályt. Aha, értem a dolgot. És hogy fogod visszakapni, hogyha most én berakom a kristályt? Ajaj. Na, nem ment le. Áhá! Értem! Jó, és akkor... Hát jó. Jó, kis ide-oda sétálgatásos. Hát megszoktuk. Egyébként még azt, még azt nem mondtam, amikor megjött ahogy te nevezed Fing, odáig néztem én a videót. Mondtad. Tehát ezt a részét már nem. Uff! Mi most hogy hívjuk? Szerintem most kész van. Kék por. Igen, csak föl kell takernem. De nem a kék por, hanem a repülő igen, kék igen. Idét. Na. Meg vagyunk. Milyen nem tudott szólítani? Hát mert a Fing az, amik hátul kijön. Hát. Nekem. Oké. Okay. Ez nem volt elég? Hát töröttebbnek tűnik nekem. Ki tudod lenni? Nem. Hát akkor még meg kell csinálni a karszal. Várjál. Nem hiszem, hogy... Ez nem por. Jó, akkor még kell adni neki. Amúgy a kanál sincs nálunk. Még kell adni neki akkor ezek szerint egy párat. Őszintén Danukat a kifelé hajlasz. Hogy értve? Hát a kék, szép repülő, fény, szép videóhoz, vagy hát aki... Hát és csak innen látjuk, hogy készült-e a por. Vagy még aki hagyja a levelet. Még kell rá raknunk. Még egyet megcsinálok és megnézzük, hogy alakult-e valamit, jó? Jó. Ha eddig nem alakult semmi, akkor valami még kell oda. Hmm.
Hát bizony, nem alakult semmit. Ki tudod venni? Nem. Akkor most már ezzel kell kezdeni valami. Visszamegyek, hát ha találok valamit, amit kell. Hoppá, ez nem volt, ez ilyen volt, üreges? Át lehetett látni? Nem, nem igen. Emlékszem, igen. Erre ugye nem találtunk semmit, igaz? Nem. De egyébként nem lehet, hogy amikor ugye ráraktuk a kristályra, kristályt arra a kőcucra, akkor felle valamit csinált. Nem lehet, hogy azzal csinált azt a pörgő mozgást, mivel így morzsoltál? Nem tudom. Nekem még itt egy valami furcsa, hogy ez mit akar itt. Tálom, hogy hova lett a receptbe? Milyen tál? Hát amiből, ugye tálba volt a kristály. Ott van. Ja! Most fel van, húzva, tudsz merej? Várja, mindjárt megtalálom. Ott volt. Melyik az? Lejjebb mész, ott van a zöld alatt. Ez? Hát abban voltak benne, nem lehet, hogy ez is most új, ne? Ez mozsár. Hát ezt azért próbáltam belerakni egyébként. De még hát egy... Hát rárakod arra a súly vizére, mert ha megnézed... Ja. Megnézed, akkor ott van a... Mindjárt. Szerintem ez most jól van. A lenti részre gondolok, ott. Igen, csak látni is kell. Tehát pont nem a szerencsés helyről. Nem. Én a lenti részről beszélek. Menj le! Ahova beraktuk legelőször a kristályt. Ja. Oda. Lelátogattam a kilencetét. Hát értem! Ó. Aha, és még feljebb is húzta. Akkor lehet most kell ráreszteni. Igen. Ez volt a gond szerintem. Mondjuk ez egy kicsit így fizikailag irreális, hogy nem morzsolta össze, mert nem raktuk oda. Hát, játék. Nyomjak még egyet, csapjak rá? Szerintem, nem tudom, lehet most nem, meg... Nem, még nem ment le. Le. Lehet most kell megbigyózni a vizét, a másik részét. Nem a... ment még bele. Köteles részét. Hogy értem, melyiket? Hát most menj le, ahol van a doboz. Mozsár? Dobo? Vedd le róla. És rakd rá újra. Na látod, ilyenkor megmozzal. Ja. Jaj, most rá kéne azt rakni, hogy pörög. Jó, le kell engedni azt a cuccot. Ja. Érted, hogy morzs. Ó, hogy az a jó. Hát ez... Jó van, ez nem... is a dolg. Ez nekem nem volt logikus. Mi se dolgozzunk halomba szerintem. Jó, és akkor rakd rá megint. Aha, jó. Oké, így már logikus a dolog. De így már van is értelme. Jó, most használd a darut és szórd a port a tűzbe. Meg lesz. Most megidézünk valakit? Nem, szerintem a fákját, a kék fákjét fogjuk megkapni, egy erősebb kéket. Lélekfákja néven. Jó, hogy kért elég ilyen rituális szerint. Ajaj. Ting.
beindítja. De ez elég egy rituálénak tűnik nekem, tanulka. Igen. Wow. Még várjál? Bedrogozzak, vagy nézve? Most aludtunk egyet. Itt az idő, hogy megismerd a népem történetét, hogy megtudd az igazságot erről a világról. Na, akkor most megtudjuk a szorít. A Dulmár egy pompás, virágzó civilizáció volt, a béke népe. A tudomány és a művészet virágzó társadalma. Aztán minden megváltozott. A harmadik kor hajnalán megtámadtak minket az árnyak. Ahogy teltek az évek, kolóniáink egyesével estek el. Az árnyak kegyelem nélkül mészárolták le telepeseinket. Rettegés öntötte el a szívünket. Nagy termében, a világunk fővárosában a vének tanácsa kiválasztotta a népünk három legügyesebb fiatalját, unatkozó nagy termében, azaz Laurent a legképzettebb harcost, Theodort a legszorgalmasabb tudóst, és egy elhivatott sámánt, engem. Úgy hívtak mennünket, Amaját a keresők. Arra esküdtünk fel, hogy megtaláljuk Vernelókot és a hatalmas erőt, amit a rejtelmes virág, legendás virág rejt. Útnak indultunk, hogy szembeszálljunk az ismeretlennel és felfedjük a titkait. Ugye tudod rögzíteni, hogy mikről beszél? Küldetésünk hamar erős barátságot kovácsolt hármunk közt. A keresés évei alatt megennyi virágot fedeztünk fel, mert én csak felolvasom. De küldetésünk súlya alatt kimerülten összetörve kellett folytatnunk az utunkat. Megtudtuk, hogy az árnyak elérték Unatkó külső falait. Majdnem elvesztettünk minden hitőket, de nem állíthattuk meg. Azt nem értettem, azt a számsort. Gondolom, dátum. Itt találtuk meg azt, amit a legjobban kerestünk. Időt. Időt arra, hogy megoldást találjunk. Egy megoldást, hogy megmenthessük népünket. Az aggodalmunk csapdába ejtett minket, tudtuk, hogy otthonunk addig biztonságban van, amíg a szigeten vagyunk. Megtaláltuk, amit kerestünk, nem lehetett a véletlen műve, hogy pont most fedeztük fel ezt a világot. Nem én mozgattam egyébként most a karaktert. Reményt adott nekünk, és elkezdtünk hinni benne, hogy ez a virág Quernelok. És századok alatt sikerült tökéletesre csiszolnunk tudásunk, mi az Amaját, az erő, az értelem és a fegyelem bálványaivá váltunk. Csak a népünk megmentése hajtott minket. A végtelen idő, ami megadatott nekünk, megszállottá tett bennünket. Ahogy folyton csak edzettünk és tanultunk, a hatalom hajszolása lassan az egyetlen szenvedőjénké vált. Elemelkedtünk a test és a szellem szabta korlátokon, majdnem elfelejtettük a küldetésünk igazi célját. Szép kis vakítófény, de ekkor látomásom volt a népünkről. Láttam a szenvedésüket. Abban a pillanatban jöttem rá, hogy mi magunk váltunk az a hatalommá, amit meg kellett találnunk. Eljött az ideje, hogy visszatérjünk. És ne haragudj, de oroszok csinálták ezt a játékot? Tudtam, hogy felkészültünk. Készen állunk a küzdelemre. Ekkora viszont már nem az árnyaktól féltem a legjobban. Attól féltem, amivé mi válunk. Féltem szembenézni a valósággal. A végküszöbén érkeztünk meg. Városunk nagyja lámpónkban állt. Unatkó az otthonunk, elesni láncot. És ekkor elpusztítottuk őket. Nem volt harc. Nem tudtak szembeszállni velünk. Megtisztítottuk a várost az árnyaktól. A háború, ami évek óta tartott, másodpercek alatt ért véget. Mi voltunk a megmentők, istenként ünnepeltek minket, és mi is isteneknek éreztük magunkat, elnézést a böfentés miatt. Ekkor már tudtuk, hogy az emberek, akiket megmentettünk, már nem a mi népünk. Már nem tartoztunk közéjük. Úgy éreztük, többek vagyok nálunk. Miután látták a hatalmas erőnket, a nép elvesztette hitét a tanácsba. Az Amaját elvette a helyünket, miután beteljesítettük végzetünk a három közt lévő erős kötődés halványulni kezdett, és nem elvette, átvette.
Egy új korszak kezdődött, a megosztottság és a viszály korszaka. Ahogy a köztünk lévő ellentétek egyre erősödtek, lassan egymás ellen fordultunk, és így a népünk is önmaga ellen. Egy újabb háború robbant ki, és mi túl büszkék voltunk megállítani. Káosz söpört végig Unatco utcáin. Megnéztük, ahogy az egyszer virágzó társadalmunk darabjaira hullik. Az otthonunk megsemmisült miattunk, amiatt, amivé váltunk. Gyötört a lelkiismeretem, nem bírtam elviselni a végtelen ürességet, amit magamban éreztem. Magam mögött hagytam virágunk romjait, és elindultam egy végső útra. Követve az ösvényt, amit egyszer haladtunk, újra megtaláltam Kvernelokkot. Már nem a hatalma miatt jöttem, hanem hogy szembeszálljak az átokkal, ami elfeledtette velem, ki vagyok. Évszázadokat töltöttem el a hibáimon meditálva. Próbáltam utat keresni, hogy jobbá tegyem, amit tettem. Sikerült feladnom az összes kötődésemet, ami a fizikai világhoz láncolt, és a létezés egy új formájába emelkedtem. Szóval fingá vált. Így már soha nem fogom elhagyni önmagam. És az örökké valóságig őrizhetem ezt a helyet. Szóval miért oroszok csinálták ezt a játékot? Egy kicsit kezd a történet. Nem akarta, hogy tudja az örökségünkről. Nem akarta, hogy lásd, hogy ahogy a sziget ereje egy egész civilizáció tönkre tehet. Kicsit egy-két vonzalom van itt a való élet és a... Ő nem akarta beismerni, de neked meg kellett tudnod az igazat. Képtelen elismerni, hogy az imádott tudásának mekkora pusztító ereje van. Egy civilizáció sem lenne képes ezt az erőt kordában tartani, főképp nem egy ember egyedül. Vannak párhuzamok az életben és a itteni történetben. Itt az idő, hogy visszatérje az útjára, a bejáratnál találkozunk. Hú, itt most azért el kell mondanom, hogy hálásak vagyunk, hogy lefordították magyar nyelvre, mert ezt lefordítani nem lett volna könnyű mi nekünk. Ezt a szép hosszú szöveget, és konkrétan odáig fajultunk, hogy véget is ért az adásidőnk, úgyhogy innen folytatjuk a következő alkalommal. Addig is sziasztok! Bye!